Megkötötte az első szerződéseket a Marosvásárhelyi Városi Sportklub kosárlabda szakosztálya. A VSK férfi csapatához eddig azok a helyi játékosok írtak alá, akik a tavaly megszűnt Maros KK keretében voltak. Sánta Szabolcs, Álin Borsa, Steff Norbert, Engi Rosenfeld Dávid, Kien Örs, valamint a hazatérő Bölöni Tamás. A női csapat a Sirius néhány volt játékosát vette át, mint Mészáros Kata, Andrea Feises, Antonia Radu, Alina Pop és Bokor Beáta. Hozzájuk néhány új lány, Mihaela Maxim, Kristina Badi, Bianca Vojka és Georgiana Plöviciu csatlakozott. Az igazi meglepetést azonban mára tartogatták, amikor Goran Martinic is szerződést írt alá a klubbal. A VSK a Maros KK megszűnése és a Sirius felnőtt keretének átvállalása után folytatja a Marosvásárhelyi kosárlabda képviseletét a legmagasabb szinten. Második alkalommal kerül sor a Székelyföld OTP Bank kupára Csíkszeredában. A tornán 6 ország, 6 csapata vesz részt. A Kárpát-medence egyik legerősebb utánpótlás labdarúgó tornájára kerül sor az elkövetkező napokban Csíkszeredában. A Székelyföld Labdarúgó Akadémia által szervezett U17-es tornán a házigazda FK Csíkszereda mellett jelen lesz a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, a Dunaszerdahelyi FC Dac 1904, a horvátországi FC Eszék, a vajdasági FK TSC Topolya és a Kárpátaljai Akadémiák csapata. Nagy örömünkre, igen, langos csapatok fogadták el a meghívásunkat, akik a tegnapi nap folyamán meg is érkeztek időben és rendben. A mai nap folyamán már tartottunk egy technikai értekezetet, ahol átbeszéltük azokat a dolgokat, amik a szakmai irányvonalak, amik az elvárások, hozzátéve az, hogy a legfontosabb, hogy jól érezzék magukat és szakmailag segítsük a munkájukat. A csapatokat 2-3-as csoportba sorsolták, és körmérkőzések döntenek a csoportbeli helyezésekről, ezt követően kerül sor a helyosztókra. A mérkőzések játékideje 2x40 perc, és szerdától péntekig naponta 17, illetve 19 órakor kezdődnek. Helyosztókat pedig szombaton rendezik, és a belépés ingyenes.